Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy preferált partner szerelmi jóslás. Bizonyára van valaki, akire gondolsz, meg vannak a remények, a vágyak, a kívánságok. Hogy valósul ez meg? Ezt megtekintjük most ennél az általános jóslásnál. Ehhez valamit még hozzáfűznék. Mars bolygó a mai napon elbúcsúzott a bak jegyétől, és áttért a vízöntő jegyébe az indiai számítás szerint, az indiai asztrológia szerint. Mivel Vénusz bolygó szintén a vízöntő jegyében van, tehát mindkettő, Mars és Vénusz a vízöntő jegyében, és ez kihat a szerelemre, hiszen Mars bolygó jelképezi a férfias energiát, Vénusz bolygó pedig a nőies energiát. Most megvan ez a közelség, megvan ez a szerelmi energia. És ennek alkalmából most lesz nálam egy akciós jóslás. Fele áron. Mégpedig kérheted ezt a jóslást, amit most mutatok, egy preferált partner szerelmi jóslás, vagy egy kívánság, ami a szerelmet illeti. Ehhez jön asztrológia, az indiai asztrológia szerint, ahol összehasonlítom mindkettőtök horoszkópját. A díjam fele áron lesz, tehát 9000 forint helyett megkapod most 4250 forintért. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Itt bal oldalon láthatóak a te képeid, veled szemben pedig az övé. Itt ez a három kép utal a te jelenlegi helyzetedre. Itt a híd, ugyanúgy, mint itt, jelent egy átmeneti időszakot. Amikor elköszöntél, elbúcsúztál valamitől vagy valakitől, hiszen elhagytad a volt partot, és közeledsz egy új parthoz, ami még nem látható. Itt a csillagok szerencsét hoznak, és itt ezen a képen a kehely utal a víz elemére, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát ez foglalkoztat téged, és itt egy szerelmi kapcsolatról van szó. De még úton vagytok, még nem érkeztetek el oda, ahova szeretnétek. Itt ez a hölgy utal a te tartásodra. Ő nyitott valamire, tehát te is nyitott vagy erre a párkapcsolatra, és itt az ablak jobb oldalon utal a lehetőségekre. Tehát megvan arra a lehetőség, hogy összejöjjetek, találkozzatok, és itt ez a bot jelenti a tűz elemét, a te bátorságodat, lelkesedésedet, a szenvedélyeket, de valamit még itt fogva tartasz. Az lehet a múlt, de lehet a félelem is, tehát nem mersz odafigyelni a dolgokra, nem mersz lépéseket tenni irányába. És most megnézzük az ő jelenlegi helyzetét. Itt az érmék láthatóak, ugyanúgy, mint itt középen. Az jelentheti az anyagiakat, vagy a munkáját. Itt nagyon nagy a stressz, tehát itt minden olyan zavartnak látszik, hiányzik nála a biztonság érzete, tehát vannak itt kihívások.
Ezen a képen látható, hogy ő odafigyel valamire, valamit vizsgálgat. De azt is jelentheti ez a kártya, hogy lesz újra találkozás, és kipróbáltok valami újat. A kártyáknak szimbolikus jelentése van, tehát ezt nem szabad szó szerint érteni, hanem inkább azt jelenti, hogy itt lesznek újdonságok, valamire ő odafigyel, megvizsgáltok bizonyos dolgokat, nem csak az anyagiakat illetően, a munkát illetően, hanem a párkapcsolatot illetően is. Itt látható egy szomorú hölgy. Megvannak a vágyak, a remények, az elképzelések, de ott van előtte ez a fal, és úgy érzi, nem megy tovább, tehát nem látja a lehetőségeket, hogy ez tényleg megvalósuljon. Lehet, hogy te vagy ez a hölgy, de a kártyáknak vannak mindig szimbolikus jelentései is, és lehet, hogy ez a hölgy utal az ő tartására, hogy nála nem mennek előre a dolgok, itt vannak a kihívások, olyan húzavona, és itt szeretne valami újat kipróbálni, tehát keres egy új irányt, egy új kezdetet minden területen. És most megnézzük az ő gondolatait és terveit. Itt látható a mozgás, tehát ő tervez valamit, mert szeretne valamit változtatni az életén, de itt vannak előtte a kartok, ez olyan, mint egy kerítés, nem megy tovább, tehát vannak itt korlátozások. Minden úgy lóg a levegőben, és úgy érzi, hogy elveszíti a talajt a lába alól. Ez a két kártya utalhat az ő munkahelyére is, hiszen itt az érmék az anyagiakat jelentik, és ez utalhat a munkahelyére is, hogy keres egy új munkát, átvizsgál mindent, mert a jelenlegi munkahelyen minden olyan zavartnak tűnik számára. De mivel még nincs új munkahely, nincs meg a biztonság érzete, ezért így minden úgy a levegőben lóg, és az azt is jelenti, hogy elveszítette a talajt a lába alól. Ahogy ő a környezetét látja, itt mindenki maszkot visel. Sőt, nem is tudjuk azt, itt egy hölgyről van szó, vagy egy férfiről, hiszen az állarc mögött van. Tehát nem játszanak nyitott kártyákkal, és ezért nehéz neki átlátni jelenleg a dolgokon. És most megnézzük a te gondolataidat. Itt látható a betegség. Az lehet, hogy te vagy fáradt és kimerült, vagy valaki beteg a környezetedben, te jelenthet egy bizonyos helyzetet, ami betegít téged, mert valaki megsértett, megbántott. Itt vannak a kihívások, a küzdelmek jelen pillanatban. Az is lehet, hogy érdekel téged a gyógyító erő, szeretnél munkát változtatni, hiszen ez a hivatásod, te úgy érzed, itt lesznek kihívások, nem tudod, hogy tudod kialakítani a dolgokat. De itt ezen a képen látható az, hogy valaki figyel téged. Ez lehet a munkahelyen, hiszen az érmék jelentik a pénzügyi dolgokat, és az összefüggésben áll a munkával. Te nem tudod, hogy valaki itt figyel téged, hiszen ez a hátad mögött van, de az is lehet, hogy meg fogod kapni az elismerést, és javul valami, ami a munkahelyet illeti nálad, hiszen valaki elégedett veled. Ez a kép azt is jelenti, hogy a lelki társad figyel téged, és itt az érmék jelentik a belső értékeket,
Azért figyel téged, mert te értékes vagy számára. De jelenleg még beteg, betegeskedik, vagy vannak nehézségei, itt vannak nála a kihívások. Tehát így gondolj rá. Akkor, ha ő most visszahúzódó, akkor megérted azt, hogy miért. Mert itt van a betegség, ezek a kihívások, de ennek ellenére ott van melletted, a hátad mögött, és figyel téged. És most bepillantunk a mélybe, és megtekintjük a titkokat. Itt látható egy nagyon magabiztos férfi, aki közeledik hozzád, és segít neked. Ez lehet az apukád, ez lehet a főnököd, de lehet ez a férfi is, és megvan nála ez a fellépés. Itt ez a hintó jelenti az utazásokat, vagy külföldi kapcsolatokat, de utal változásokra is. Itt lesz mozgás, előre mennek az események. Ami a lelki társadat illeti, itt látható ezen a képen, ez a kehely utal az ő érzelmeire, ami azt jelenti, hogy ő szeret téged, és itt elfoglalja a helyét, de olyan várakozó. Inkább figyeli az eseményeket. Lehet, hogy arra vár, hogy te vedd itt kezedbe a dolgokat, és legyen itt mozgás. Itt is látható, hogy figyel téged. És most megnézzük az ő titkait. Itt újra a kelyhek láthatóak, de még van egy kis húzavona, hiszen ez a férfi úgy érzi, hogy valaki a háttérben van, és figyelget benneteket. Itt a képen ugyan egy férfi látható a háttérben, de ez lehet egy nő is, hiszen a kártyáknak szimbolikus jelentése van. A kelyhek viszont utalnak arra, ugyanúgy, mint itt, hogy szeret téged. De minden úgy tűnik nála, mint itt, ebben a játékteremben, hogy van rizikó, és úgy gondolja, hogy mások ott vannak a környezetében, sokan maszkot viselnek, nem mutatják ki azt, hogy mit akarnak, és állandóan figyelik őt, hogy mit tervez, mit gondol. A hold azt jelenti, hogy ő most visszahúzódó, de megvannak az álmok, a vágyak, a remények és a mély érzelmek kettőtök között. És mi fűz össze benneteket? Itt is a kelyhek láthatóak, és az utal a víz elemére, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát a mély érzelmek kötnek össze benneteket. Itt megvannak az álmok, a vágyak, a remények. Akkor is, ha ő nem beszél érzelmekről, akkor is, ha ő visszahúzódó, mégis itt vannak az álmok, vagy te megjelensz az ő álmaiban. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!